Remek egyéni és csapat teljesítménnyel zárta a 2021-2022-es szezont a Szombathelyi Sportiskola röplabda szakosztálya. Valamennyi csapat a korábbi évekhez képest előrelépett, és ez a tabellán elfoglalt helyezésekben is megmutatkozott. Az U13-as és U17-es korcsoportban aranyérmes lett a szombathelyi csapat, míg az U19-es harmadik, az U15-ös együttes 8. helyen fejezte be a küzdelmeket. A csapat sikerek mellett már egyéni elismeréseket is jegyeznek a játékosok. A Szombathelyi Sportiskola U17-es csapatából ketten, az U15-ös alakulatból 8-an kaptak meghívót a korosztályos válogatottba. Ezekre a részsikerekre is bátran építhetnek a játékosok és az edzői stáb. Talán a legpozitívabb dolog az egészben, illetve a legnagyobb erőt is, és az adta a mi szempontunkból is, hogy attól függetlenül, hogy két úgymond külön csapat, két külön korosztály, de mégis egy csapatként sportiskola színeiben egységesen tudtak küzdeni, és ez biztos vagyok benne, hogy a továbbiakban is nagyon előremutató, hogy attól függetlenül, hogy ki melyik edzővel edz, ki melyik terembe edz, hogyha sportiskolás lányok, sportiskolás gyerekek egymás mellé kerülnek, akkor mindentől függetlenül képesek küzdeni egymásért. Az eredményes szezon követően már a könnyített levezetőedzések szerepeltek a programba, és a nyári táboroztatások után júliusban kisebb pihenőre vonulnak a játékosok. A szakmai stáb tagjai közül pár ugyanakkor keményen dolgoznak, hiszen a korosztályos válogatott felkészülését segíti többek között Bedőcs Gergő is. A sportiskola röplabdázói augusztus elején alapozással kezdik meg a felkészülést a következő évre.